Hát egy lakatlan szigetre kitelepítenek három darab különböző nemzetiségű párocskát, olyan fölállásban, ugye, hogy egy hölgyhöz két férfiút raknak ki, és kíváncsiak, hogy egy hónap elteltével ugye, milyen eredmény születik. És hát először meginterjúolják az angol hölgyet, hogy hát hogyan telt el, hát az nagyon kényelmes volt, nagyon csodálatos volt az első héten, kicsit borongosabb volt az idő, rengeteget kirándultam, a második héten már fürödtem, napoztam, szóval csodálatosan eltelt. És a két férfi, hát nem volt, aki bemutasson senkit sem, hogyha ismerem őket. Hát, csodálkoznak nagyon, meginterjúolják a francia hölgyet, szóval hű, hát pompásan tölt el az egész. Az első héten kicsit borongos volt az idő, hogy majdnem minden napot a szobában töltöttünk, hát kicsit nehéz volt összeegyeztetni, ma egyik volt a szeretőm, a másik a férjem volt, aztán a másik héten cseréltünk, de hát nagyon pompásan telt el. Hát, aztán másénkát meginterjúolják, harmadik volt, és egy drága másénk, hát mi ez a zokogás? Hát, mi történt a két héten? Hát ez első csodálatos volt, mind a kettő nekem esett. Szétcsesztek teljesen, második héten összehívták a pártaggyűlést, és mint kurvát kizártak a pártból. Nílusi krokodil elhatározza, hogy megeszi a majmot, aki ott horgászik a Nílus szélén. Törje a fejét, hogy mégsem lehet csak úgy megenni, valamit okot kell rá keresni. Gondolkozik, és kitalálja, hogy oda megy a majomhoz, és megkérdezi, hogy majom, van kapás? Azt mondja, hogy van, akkor megeszi. Ha nincs, akkor meg megint megeszi, hát mégis. Ez jó kigondolta, óvatosan odaúszik a majom elé, kidugja a fejét a vízből, és hát felteszi a kérdést, várja a választ. Majom, van kapás? Gyere majd, menj a picsába, elzavarod a halakat. Vicc az agresszív kismalacról. Agresszív kismalac beleesik a gödörbe, arra megy a farkas. Sajnálkozik. Kismalac, beleestél a gödörbe, várjál, segítek. Nem várok! Kérem szépen, az én viccem az, amikor az egyetemista hallgató vizsgázik pillanatomból, és az óvós ellenállás értékére mínusz előjelő érték jön ki, és hát megkérdezi tőle a vizsgáztatók, hogy hát ez mégis hogy jött ki. A kollega csak annyit válaszolt, hogy hát kérem szépen, ez egy olyan ellenállás, ami nem hűt, hanem hűt. Kovács úr meséli a barátának, hogy volt egy remek, nagyszerű szanatóriumban, mert az a problémája, hogy állandóan mindent elfelejt. És ebben a szanatóriumban remekül meggyógyították. Attól kezdve minden eszébe jut, ami csak kell. Kérdezi a barátja, hogy és hol van ez a szanatórium? Várjál, mondja Kovács úr, ez egy kicsit várjál, te nem tudod véletlenül, mi az a kicsi, pici virág, olyan kis kék, olyan kis, mindig a szerénységgel kapcsolatban mondják, mi lehet az, mondja a barátja, ibolya. Ibolya, drágám, hol van ez a szanatórium, ahol voltunk?